Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és pörögjön egy újabb karanténvlog, ahol beszélgetünk Baranyi Krisztina viszontagságairól. Köszönöm szépen a főpolgármester támogatását, és azt gondolom, hogy talán alapot is adtunk arra az elmúlt 4 év közös munkája során, hogy ezt a támogatást megkapja. Mifa! Aztán egy találós kérdés. Mi a közös Magyar Péterben és a DK-ban? Hülye buzik! Hát lehet, hogy egyre több minden, de az előrehozott választások. Új választásokat kell kiírni. Új vezetők kellenek, akik végre minket képviselnek. Tűnjön a szemem elől, ha jót akar, meg ne lássam itt. És aztán végül Cseh Katalin és Donát Anna jön, akik, hát igen, ők hozták el a pénzt nekünk, az EU-ból. Nekik köszönhető, hogy több pénz jut a magyar embereknek. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Tartsatok most is velünk! A bárányok hallgatnak. De a baranyik is hallgatnak, már mint Baranyi Krisztina, mert hogy a nagyasszony egyre nagyobb bajban van. Karigerivel kitalálták, hogy mennyire jó lesz egy közös videót csinálni, hogy Karigeri őt támogatja. Az elmúlt időszakban kicsit zavaros lett az ellenzéki közélet, és talán ennek betudható az, hogy az arckitemet is tartalmazó szórólapok jelentek meg, amelyek sok olyan állítást tartalmaznak, amelyel én mélységesen nem értek egyet. Szeretnék nagyon világos és egyértelmű helyzetet tárni a Ferencváros és budapesti polgárok elé. Én magam és a Párbeszéd Zöldek, amelynek én tagja vagyok, természetesen Baranyi Krisztinát támogatja a polgármester választáson. És hogy még egyértelmű legyen a helyzet, nem támogatja azokat a képviselőjelölteket, akik az általa kialakított csapattal szemben készülnek indulni a következő választáson. Az pedig tényleg a világ vicce, hogy az ellenzék különböző irányaiból azzal támadják a polgármester asszonyt, mint ha valamilyen közel lenne a NER működéséhez. Hajrá ellenzék, aztán a másnap a teljes ellenzék, az MSZP, DK, a Momentumon kívül, Párbeszéd, stb. Előjöttek azzal, hogy ők viszont a régi SZDSZ-es polgármestert, Gegesi Ferencet támogatják a 9. kerületben. De ez nagyon érdekes, nem? Mind a kettőjük számára. Baranyinak valószínűleg így reszeltek. De azért nézzük meg Karigerit is, akinek a saját párttársa az Árva Péter volt ott, és ő is azt mondta, hogy hát hiába mondta Karigeri tegnap, hogy de jó lesz majd együtt Baranyi Krisztinával, hát mi mégse őt támogatjuk. Micsoda tekintély Karigerinél, és micsoda tudás, micsoda őrületesen nagy tudás Baranyinál, és micsoda szeretet. Látszik, hogy milyen jól működött ez a ferencvárosi laboratórium, ugye? Óriási. A labort ebben a szegényes Szentpéter-úri házban rendezték be. Együtt indulnak most a Momentummal, meg a saját magáról elnevezett egyesülettel Baranyi Krisztina, és reaktiválták a 74 vagy 75 éves Gegesi Ferencet, régi SZDSZ-est, akit hát ő viszont a Gyurcsánynak az embere. Úgyhogy ez Karigerire is nagyon érdekes, Baranyira meg főleg. Úgyhogy én azt mondom, hogy ahogy a pestisrácok.hu-n bejelentette Gyurájkovics Andrea, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje, hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó jelölt. És szerintem Ferencvárosnak szüksége is van arra, hogy végre ebből a kretén baloldali laboratóriumból kitörjön, és végre helyes irányba állíthassa az egész kerületet. Mert Ferencvárosnak tudja, hogy nem ezekre a kreténekre van szüksége. Na de kretének? Jaj nem, hát máshogy kössük inkább. Hogy mondhatnék én ilyet? A megmentőre, a csodára, Magyar Péterre, mert most bizony ő következik. A regnáló hatalom, és talán az egész hatalmi elit megrettent a magyar emberek erejétől, összefogásától. Júj! Ahogy pár hete megígértem, lépésről lépésre, tégláról téglára vesszük vissza a hazánkat, és építünk egy új országot, egy szuverén, modern, európai Magyarországot. Adják vissza a hatalmat a népnek. Vállalják a politikai és jogi következményeket a tetteikért. A hatalom a népé. A hatalom a népé. A hatalom a népé. A hatalom a népé. Kik vagyunk mi magyarok? Érző emberek. Felnőttek és gyerekek, olyanok, akik egy békés, lehetőségekkel teli országban szeretnének élni. Ön prezident választásával egy új jövő elé nézünk, ami sokkal sikeresebb és boldogabb lesz.
Hát persze, hogy itt van a hírmágnes Magyar Péter, ki másról beszélhetnénk? Hiába nem szeretnénk, muszáj. Mert hogy mi történt? Pártot vett Magyar Péter, méghozzá kamupártot. Erről biztos fogunk majd még beszélni, de ez legyen inkább a jövő zenéje. De az, hogy kamupártot vett, és mellé egy jó indiai ragasztó cégnek a logóját is megszerezte, ez már azért egy külön történet, nem? Persze ő ezt tagadja, de attól még ez teljesen ugyanúgy néz ki, úgyhogy mindenki gondoljon, amit akar. Na de hogy lesz ebből rendszerváltás? Hogy lesz ebből tiszta forradalom? Ez érdekes. És ugye megkapjuk állandóan azt, hogyha miért beszéltek már megint Magyar Péterről? De ha nem beszéltek, akkor meg elhallgatjátok. Hát ha történik valami, az ember beszélni fog róla. Róla? Egyébként máshogy nem lehet, csak úgy, hogyha imádod. Ha nem, akkor lejárató vagy, akkor Tónitól kapod a pénzt, nem lehet csak egyetérteni vele. Ugye ilyen a demokrácia. Olyan nincsen, hogy valaki Magyar Péterrel és csapatával nem ért egyet. Mert aki nem ért egyet, az egy gusztustalan szemét, propagandista, vagy egy befogott szemű idióta, fideszes, hát egy sárban turkáló, gombát zabáló, tudjuk milyen ez. Hely, kurvanyád! Mert olyan nincsen, hogy valaki máshogy gondolkodik, mint ő. Mert ő most elmondta, hogy mekkora tutiság van. És azt is elmondták ám, a kis barátnője, a Bliknek, a külföldről is kapnak pénzt. Ez érdekes, nem? Sőt, az még érdekesebb, hogy Magyar Péter ugye előtt ezt végig tagadta. Azt mondta, hogy külföldről, á nem, hát ezt itthonról kell megoldani, rendszerváltást itthonról, magyar erővel, aztán egyből elkottyantja a barátnője, hogy külföldről is jön lóvé. Hát ez felvet kérdéseket. Milyen kérdéseket? Hát például azt, hogyha ezt mondja, hogy nem külföldről, akkor hogy lehet egyből lelőni saját magunkat? Oké, ha mégis az történik, hogy külföldről kapják a lóvét, akkor ezt tényleg szégyellik, mert hogy kivágatják az anyagot a Blikből. A harmadik kérdés pedig az, hogy a méltán független Blik... az hogy érhette el Magyar Péter náluk, hogy ki lehessen ezt így utólag vágni? Ez érdekes. Együtt gondolkodtak, vagy mi történt? Hát nem úgy van, hogy van valami, láttam, osztattuk, kiment, akkor azt már nem hívjuk vissza. Na mindegy, remek kérdések. Na de mit szeretne még Magyar Péter? Előrehozott választásokat. Ki szeretne még ilyet? A DK. Velük is mindjárt foglalkozunk, de azért ez egy érdekes kérdés, hogy jönnek az európai parlamenti választások és az önkormányzati választások június 9-én, amik nem arról szólnak, hogy mi fog történni az országgyűlésben. Nem. És ezt ők is jól tudják, mégis előrehozott választásokról beszélnek. És akkor jöjjön a DK, mert ők ebben már sokkal profibbak. Van még mit tanulni ebből. Orbán vesztett. Előrehozott választások jönnek. A bátorsághoz ész is kell. Neked viszont annyi eszed sincs, mint egy tyúknak. Könnyen meg lehet, hogy erre ébredsz június 9-én. Ha az európai parlamenti választáson egy vezető alulmarad, az komoly üzenetet hordoz. Az emberek változást szeretnének. Mi következik ebből? Az első szabály, amit tudnál, ha valaha is dolgoztál volna az életben. Sose nyisd ki a szád, amíg nem tudod, miről van szó. Új választásokat kell kiírni. Új vezetők kellenek, akik végre minket képviselnek. Ezért jelentette be Dobrev Klára, hogy ha Orbán veszít, akkor a Szociáldemokrata Zöld Szövetség előrehozott országgyűlési választásokat fog követelni. Te hülye kibaszott fasz. De ehhez te is kell lesz. Hát gyerekek, itt azért több érdekesség is van. Egyrészt gondoljátok végig, hogy fölkeltek június 9-én reggel a választások a szavazás napján, és már meg is bukott Orbán. Ez igazi DK-s tempó. Június 9-én reggel már béke és boldogság van. Ezt már Karigeri is ígérte, aki a választás napján már mondta, hogy kinek hova kell takarodni, mert ő lesz majd a miniszterelnök, aztán elér 10%-ot vagy mennyi. Na hát ez az egyik. A másik pedig, még egyszer mondom, nagyon furcsa az, hogy valaki az EP választásokra, és ezt nem is említette az önkormányzatit, azt mondja, hogy hát itt innentől kezdve akkor majd előrehozott választások. De most mit gondolnak amúgy? Még hogyha jó eredményt érnének is el. De nem. Valószínűleg 30-valahány százalékot kéne a DK-nak ledolgozni, de egyelőre lefele mennek. És aztán azt mondja, hogy minket képviseljenek. Na és így már érthető, hogy az a 10% az kapjon végre lehetőséget. Mint 1919-ben, amikor a tanácsköztársaság kb. Senkire nem volt tekintette, többség meg főleg nem volt. Úgyhogy ez a terv. Hát ez marha jó, nem? Na de van még itt egy kis kisokos, a bolgár bolsevik majd kioktat benneteket, hogy hogyan is kell elképzelni a jövőt, és mik az új retorikai elemek. Újat mondtam. Régi új.
Nem lehet többé kizsigerelni a dolgozókat. Mert Európa megértette, hogy nem lehet a munkásokat a végletekig kizsigerelni. Ja, hozzál innen, te agybajos! És Európa megértette, hogy nem lehet 40-50 éves embereket rokkantá tenni a munkába. Tudjuk meg egész őszintén, hogy riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. A dolgozó népért mindent. Hát már megérte meghallgatni, nem? Ezt olyan rég hallottuk. Igazi jó leninista. Na de egyébként lemaradtam volna valamiről, hogy Európában kitört a tökéletes kommunizmus, amit olyan régóta várunk és üldözünk már. Hogy ott már mindenkinek minden tökéletes Kánaán van, örök élet ingyenső, mert Dobrev Klára úgy beszél erről. Európában megoldottak mindent. Hát de annyira mindent, hogy most egyre nagyobb a baj. Na de nem baj, ez kell. És azért figyeljétek ezt a hihetetlen, én nem is tudom, hogy meddig lehet visszamenni, most gondolkodtam, hogy már Marxnál tartunk, vagy még azért inkább a leninista részeknél, hát maradjunk a 20. századnál, mert az sokkal erősebb volt nekik. Úgyhogy én úgy látom, hogy minden rendben van, és hát azok az emberek, akik mindent a dolgozó népért tesznek, azok biztos véletlenül jutottak hozzá a zsidóktól elrekvirált villához, Szemlőhegyen, biztos, hogy az Altusz is véletlenül ugrott így föl a kedves kis cégünk, persze a repteret is véletlenül kótyavetyélték el, meg úgy általában az összes lóvét is, magyar tulajdont, amit aztán külföldiek kaptak meg, és biztosan, hogy a dolgozó nép érdekében sikerült 500 millió forintos előleget letenni az új kastélyért. Hát így kell dolgozni a népért. Így dolgoztak a régi elődök is. Gratulálok, gyerekek! Gratulálok a sikereikhez! Na és most jön a kommunista bolsevik tanács után, hát egy ilyen feltörekvő banda, de elég gyorsan bukóban vannak, mert hogy lassan már a pártjuk sincs meg, a Momentum és Cseh Katka, Donát Anna párosa. Sok újdonságot fogunk megtudni. Donát Anna és Cseh Katalin fontos szereplői az uniós politikának. A Momentum európai parlamenti képviselői a Renew Europe tagjaként a magyarokért dolgoznak Európában. Nekik köszönhető, hogy több pénz jut a magyar embereknek, mert az EU sokkal szigorúbban ellenőrzi, mire költi a kormány az uniós forrásokat. Mi van? Álljunk már meg egy picit. Hát pont ti voltatok azok, akik beismerték, hogy nem engeditek, rajtatok múljon, hogy ne jöjjön ide pénz az EU-ból. A Momentum országgyűlési képviselője ekkor szólta el magát. Miközben a hazánk ellen indított eljárások fejleményeit eredménynek nevezte, azt mondta, a forrás megvonások Cseh Katalinnak és Donát Annának is köszönhetők. Például szerintem korábban senki nem mondta volna azt, hogy Magyarországgal szemben indulhat jogállamisági eljárás, kötelezettségszegési eljárás. Egy csomó volt már, azt tudja. Hát igen, de az egy másik kérdés, hogy ez milyen következményekkel járt, és ugye most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyetlen kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek, tehát ilyen súlyos következménye még akkor és nem volt. És úgy gondolja, hogy ezt a két LP képviselőknek köszönhetjük? Azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt. Most ezek után van pofátok ilyen ótvarkamut benyomni megint az embereknek, hogy nektek köszönhető? Hát a Hajnal Miki meg a többi is ott ismerte, hogy igen, az, hogy nem kaptunk pénzt Magyarország, az nekünk köszönhető. Akkor most mi köszönhető nektek? Na nem baj, majd most kiegyenesíted. Donát Anna elérte, hogy 800 millió euró plusz pénz jusson közvetlenül a civil szervezeteknek Európában. Ebből 1,5 milliárd forint már meg is érkezett a magyar civileknek. Cseh Katalin javaslatára uniós fekete listára kerülnek azok a cégek, akik csaltak az EU-s forrásokkal. Hogy többet ne pályázhasson az, aki csalt. Több eszed van, mint hittem. Véremben van a bűnözés. Na azért ez tényleg annyira kritikán aludni, hihetetlen. Cseh Katka, te kivel akarod kezdeni a saját cégeddel az elszámoltatást? Az 5 milliárd forinttal, amit apuci cégeink keresztül vettetek föl? De komolyan ezt a kommunista stílust, hogy csinálok valami aljasságot, és utána fogom, aztán a másikra kenem az egészet. És én vagyok a leghangosabb, és azt mondom, hogy hát a korrupciót azt nagyon gyorsan nem, hogy az EU-s pénzek így, meg úgy a cégektől. Jézusom, hát 5 milliárdot szedtetek össze. Hát az még mindig tart a nyomozás. Hát nem is értem, hogy hogy van képetek ehhez. És amúgy meg persze megint kivillan a fogatok fehérje, mert hogy a magyar embereknek a pénzt, ugye? A magyar embereknek, a civileknek. Ezt imádjuk, hogy civilek. Tudjuk, hogy kik a civilek nálatok.
És ő most is elmondott kb. Nyíltan, hogy az NGO-itok kapják a lóvét. NGO and bingo was his name-o. Ez a magyar emberek pénze? Az, hogy majd valami érzékenyítésre, meg mindenféle szarságra fogjátok felhasználni a haverjaitokkal? Ezek a magyar emberek lennének? Hát ez óriási. Ti tényleg nem változtok, és nem véletlen, hogy már 5% alatt vagytok. De nem baj, jön majd még a csodafegyver. Na de ennyi volt már a karantén, köszönjük, hogy minket néztetek, jövő héten is találkozunk, többféle tartalommal érkezünk, ne feledjetek el feliratkozni a YouTube-ra, a Rumble-re és a TikTokra sem, úgyhogy jó éjszakát, jó pihenést, jó hétvégét, és jövő héten ismét itt vagyunk. Sziasztok!